ige, hogy Dávidé, van egy cím fölirata. Vitatkoznak rajta a Bibliát magyarázók, hogy vajon mikor írta ezt Dávid ezt a Zsoltárt? Fiatal emberként? Idősként? Akkor, amikor valóságosan ott volt a nyáj mellett, vagy pedig amikor már meglett idős királyként, ült a trónján. Hajlok afelé, amit Gyökösi Endre bácsi, Bandi bácsi is vall, hogy ez egy idős ember visszatekintése. Mert mindig az idős ember, az idősebb és a tapasztalt képes meglátni a szépségét, annak, amit a fiatal küzdelemnek, harcnak, viaskodásnak él meg. Ugye testvérek, és kedves nyugdíjas testvéreimre figyelek, cserélnétek azokkal, akik dolgoznak, ugye? Amikor meg dolgoztatok, azt gondoltátok, de jó lenne már nyugdíjasnak lenni. Én is így gondolom egyébként. De jó lenne. És valószínű, hogy ha oda kerülök, azt fogom mondani, milyen jó dolgom volt. Igen, mert akkor idillikus valami, hogyha visszafelé tekintünk. Ha benne vagyunk, akkor az nem idillikus. Akkor az mindennapos bozótharc, az mindennapos veszekedés, verekedés, az mindennapos megélhetési küzdelem. Bezzeg. Amikor már túl vagyunk rajta, azt mondjuk, de szép volt. Valószínű, hogy időskorában írta ezt Dávid. Azzal a tapasztalással, amit ő, mint pásztorember, a magáénak tudhatott, mert átélte, hiszen apja nyáját, mielőtt király lett volna, felügyelte. Végig gondolta, mit látott ő pásztorként. Először is azt látta, hogy a juhokat vezetni kell. Erre emlékezett. A juhokat vezetni kell, nem azért, mert buták, hanem azért, mert a juhok legelnek. A földet nézik. Nem látják fölülről a dolgokat, ezért kell a pásztor, aki föléjük áll, lehet, hogy egy dombon van, és nézi, hogy merre kell tovább menni. Mert a juhokat vezetni kell a füves legelőre, a forrás vízhez. Gondoskodni kell a juhokról, gondoskodni kell a nyájról. Aztán arra emlékezett Dávid, hogy amikor ő pásztor volt, akkor azt látta, hogy sokszor meg kell óvni a nyájat. Jaj, de sok ellensége van a nyájnak. De sokan akarják elveszíteni a nyájat. Ott vannak a vadállatok. Mondja is egy helyű Dávid, amikor Góliáttal való harcára készül, hogy én oroszlánokkal szemben is megvédtem a nyájamat, ha kellett. Mert a vadállatnak egy a célja, hogy ellopjon, elvegyen egyet-egyet a nyájból. De vannak vademberek is, nem csak vadállatok. És a vademberek pedig a másét szeretik elvenni. Óvni kellett a tolvajtól, óvni kellett a vadállattól, mert az életére tört a nyájnak. Aztán kellett gondozni és ápolni a nyájat, mert a juhok olyanok mennek előre, tövisbe lépnek, megbetegszenek, hiszen nem tudjuk, hogy mit esznek. Egyszer csak látjuk, hogy gyenge, elesett. És a juhokat, ezt is jól tudta Dávid, időről időre ki kellett emelni a bajból, mert megy a nyáj, és a szélén ott van a szakadék, és bele lehet esni. És most ott van idős emberként, ül a trónján, és eszébe jut valami, hogy én pont olyan vagyok, mint egy a nyájból. Pontosan ilyen vagyok. Ül a trónusán, és miközben katonáknak,
minisztereknek parancsol, tele van a kincses tár, aközben úgy érzi magát, mint egy törékeny, védtelen juhocska. Mert ahogyan végig gondolja az életét, ő a nagyhatalmú, azt tapasztalja évtizedes visszatekintésben, hogy de sokszor volt tanácstalan, de sokszor kellett, hogy vezessék. Mert döntenie kell egy királynak. Ember és nép sorsa fölött, és ha rosszul dönt, olyan jó lett volna felülről látni a világot, mint ekkor látta ő pásztorként a mezőt, és tudta, hogy hol van a forrásvíz, és hol van az a füves rész, ahová vezetni kell, és most nem tud vezetni. Nem. Mert lehet, hogy azt dicséri meg, aki aztán a hátába beleszúrja a kést. Lehet, hogy azzal a néppel háborúzik, akivel békét kellett volna kötni, milyen nehéz vezetni. Nem vagyok én nagy pásztor, csak egy kis törékeny juhocska. Nem látok semmit, csak a földet nézem. A mai napot és közben a jövőt kell megtervezzem. És azt látja maga körül, hogy olyan, mint egy kis törékeny juhocska, akit gondozni kell, óvni, mert életére törnek. Sok évtizedes tapasztalat, tessék elolvasni a Bibliát. Mielőtt király lett volna, Saul akarja megölni, amikor király lett, akkor a filiszteusok akarják megölni, és amikor legyőzte a filiszteusokat, a saját gyerekei akarják megölni, mert kell a trón.